A társasházak képviseletében a közös képviselő jogosult az adott lakóközösség nevében a hulladék kezelési közszolgáltatással kapcsolatosan eljárni. De mit is jelent ez? Egy társasház közös képviselőinek több feladata is van a hulladékszállítás kapcsán, többek között ő osztja fel a lakóközösség tagjai között a hulladékszállítási költségeket. Jó tudni, hogy a társasháznak kell gondoskodnia olyan hulladékgyűjtő edényzetről, amely megfelel az ingatlanok darabszáma szer 80 liter per 7 mennyiségnek. Például, ha egy 13 lakásos társasházzal számolunk, akkor 1040 litert kapunk. Ebből következik, hogy a társasháznak heti egyszeri ürítés esetén egy darab 1100 literes hulladékgyűjtőre van szüksége. Amennyiben heti kétszeri hulladékszállítás van az adott körzetben, akkor elegendő két darab 240 literes és egy darab 80 literes edény is. Fontos információ, hogy társasházak esetében szüneteltetése nincs lehetőség, így ha valaki hosszabb ideig maradt távol, nem a társaságunkkal, hanem a közös képviselővel kell megbeszélnie az esetleges költségmentesítést.